Özlet mindenkinek 2024. január 4-e van, itt az infobubble.hu weboldalon, és ezúttal itt a nagy dolgokban Tomasovszki Lászlóval fogok beszélgetni ezúttal, és át is adom a szót neked, Laci, hogy bemutasd magad, amit szeretnél, hogy a hallgatók, illetve a nézők tudjanak rólad, akik esetleg nem hallottak még rólad, vagy nem ismernek. Köszönöm szépen. Hát először is azzal kezdeném, hogy rendkívüli módon tisztelem a munkásságodat, meg azt, amit csinálsz, mert egy rendkívül unikális dolgot teszel, amire én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van. Függetlenül attól, hogy hát egyéb iránt a általad közvetített értékekkel és mondani valóval is 95%-ban, és nagyon jónak találom ezt az egészet. Más eszközünk amúgy sem nagyon van. Magamról röviden. Hát én még az átkosban szocializálódtam, sőt, mi több, még a diplomámat az ELTE pszichológia szakán is ott szereztem. Ezt követően szereztem egy főiskolai diplomát is, majd szakvizsgákat, tehát szakképzéseken vettem részt, és hát elég el nem ítélhető módon halmoztam a szakvizsgáimat, úgyhogy nekem jelenleg 4 szakvizsgám is van: klinikai gyermek és mentálhigiénés szakpszichológia, klinikai felnőtt szakpszichológia, neuropszichológia és klinikai addiktológia. Életkoromból is fakadóan csak az elmúlt néhány évtized vonatkozásában, hogy mivel foglalkoztam. Főállásban majd 20 évet, 17-et töltöttem büntetés-végrehajtás területén, ahol pszichológiai osztályt vezettem, tehát ilyen értelemben úgymond a deviánsokkal vagy a bűnözőkkel idézőjelben is van tapasztalatom, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen adjunktusként tanítottam egészen 2016-17-ig, akkor már óraadóként, és jelenleg, illetőleg hát már több mint 20 éve pedig igazságügyi szakértőként is tevékenykedem. Jelenleg utóbbi évek eseményeinek megfelelően leginkább ez a fő profilom, ameddig hát ez is járható és tartható. Tehát mondjuk röviden ennyit mondanék el magamról. Elnézést, az igazságügyi szakértő az, amire gondolsz, hogy járható? Mert megszakadt egy kicsit. Jelenleg igen. Arról erre gondolok, hogy ez a járható. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a YAHUAH ÚTJA.hu weboldalon ez elérhető. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Azt esetleg el tudod röviden magyarázni, hogy mit tesz az, hogy igazságügyi szakértő, hogyha lehet? Miből áll az a feladatkör? Igen. Hát ugye az igazságügyi pszichológus szakértő... Igen. Tehát az igazságügyi pszichológus szakértőknek a működési köre az elég pontosan definiált módszertani levelekben, jogszabályokban. Hát alapvetően nyilván ugye ez is 2 fő részre bontható, vagy tehető, úgy mint büntetőügyek és polgári ügyek. Büntetőügyekben megint csak sokféle dolog felmerül, tehát itt akár a úgymond feltételezett áldozatoknak a vizsgálata, traumatizáció, annak a megállapítása, hogy mennyiben élményszerű az adott eseményről való beszámolója, milyen az alapszemélyisége, és ez hogyan kapcsolódik a sérelmére elkövetett bűncselekmény. polgárügyeknél pedig tipikusan gyermekelhelyezés, illetőleg kapcsolattartás szokott felmerülni, bár itt is vannak egyebek is, tehát akár kártérítési ügyek is felmerülnek, de jellemzően erről van szó. Illetőleg visszatérve még a büntetőügyre, hát ugye nem csak a sértetti oldal, hanem úgymond az elkövetői oldalnak a vizsgálata szintén ennek szerves részét képezi, értve ez alatt a személyiséget, az esetleges motiváló tényezőket, a személyiségnek az integritását, a értékrendet, a morális fékeknek meglétét vagy hiányát, sőt, adott esetben mentális zavar, vagy arra utaló jeleknek a megállapítását, feltérképezését is. Nyilván itt átfedés van egyéb szakterületekkel, értve ez alatt leginkább az igazságügyi pszichiátriát. Nem tudom, mennyiben válaszoltam a kérdésedre. Nem, én azt hiszem, hogy értem. Bár ez nem az én területem. Még azt érdekelt volna, hogy ugye a jelenlegi tevékenységed az mennyiben befolyásolja azt, hogy hogyan tudsz tevékenykedni a szakmádban, vagy akár mint igazságügyi szakértő. Gondolok az oltással kapcsolatban, illetve egyéb dolgok. Hát elég mélyrehatóan befolyásolja, tekintettel arra, hogy én egyéni vállalkozóként is tevékenykedtem itt az elmúlt időszakban, még a Covid előtti időszakban, meg valamennyire még bele is lógott, de hát eléggé akadályozott engem is sok dologban. Hát, hogy más nem mondjak, ugye ez itt most nem a reklám helyem, meg nem az igazságot akarom osztani, szóval nincs erről, de minden esetre én lelkiismereti, szakmai és egyéb emberi meggyőződések okán én nem voltam hajlandó az oltást úgymond felvenni, és hát ugye ennek következtében a rendelőintézetben, ahol dolgoztam, onnan eltávolítottak. Ugye ez 2020. szeptember 30-ával, és hát ez nyilvánvalóan sok dologra kihatott, vagy rányomja a bélyegét, hát ugye az egyéb sok mindenkit érintő, sújtó restrikciók, korlátozások talán nálam még ilyen értelemben jobban érvényesültek, egyéb okoknál fogva is, de ezek most nem... Világos. Értem. Nem tudom, az délután szeretnék tartani. Jó, értem. Csak kíváncsi voltam, hogy milyen hatosan. Az érdekelne, néhány dolgot megbeszéltünk, hogy miről fogunk beszélni. Tudom, hogy ez egy nagyobb volumenű kérdés, hogy hogyan látod a világnak a jelenlegi állapotát, de ez volt az egyik. Az én nézőpontomat azt hiszem, hogy ismerik az emberek, de tiédet nem biztos, hogyha esetleg ezt össze tudod foglalni, akár röviden, akár hosszan, ahogy jónak látod. Ugye azokat a folyamatokat, amik zajlanak a világban. Igen. Hát ugye ez jó nagy témakör, annál is inkább, mert hogy érdemes lenne ezt is lebontani akár azokra a témakörökre, amiről beszéltünk, illetőleg amit egyeztettünk. Alapvetően egyetértek veled abban, hogy nagyon rossz irányba ment el a világ, és egyre rosszabb irányba megy, és úgy látszik, sajnos ezt a folyamatot nagyon nehéz gátolni, vagy megállítani, meg szinte lehetetlenség is. Tehát én most nem kívánok ilyen nihilisztikus, téves eszmét felvázolni, de talán nem túlzás azt mondanom, hogy olyan, mintha a világ a vesztébe rohanna. És nem nagyon látni, vagy nagyon kevés olyan jelet, vagy olyan fényt, úgymond az alagút végén, legfeljebb a szembejövő vonat fényeit, hogy itt bármi nemű jó irányú változás, vagy olyan dolgok történnének, amik az embereknek, nagy szó, az emberiségnek az előnyére, vagy az épülésére, vagy a jobb létére vezethetnének. Tehát sajnos, hogy ez így alakult ki, és hát nyilvánvalóan ez nem az elmúlt 3 év, hanem ez egy jóval hosszabb folyamatnak a végeredménye, legfeljebb most felgyorsultak az események, és exponenciálisan egyre inkább kezdetét veszi az a végkifejlet, ami hát nem annyira kívánatos, azt gondolom, senki számára. Én úgy gondoltam, hogy legalábbis mostan az utóbbi időben számos dolog foglalkoztat, legalábbis akik követik a videókat, de látják, hogy visszatér egyrészt a feminizmus, másrészt a család, illetve a családmodellnek a széthullása. Én úgy gondolom, hogy az egy egyértelmű jele annak, hogy én nem hiszem, hogy vissza lehet fordítani. Persze kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz te erről nyilván, de azt a fajta programozást, ami az elmúlt néhány évtizedben történt a párkapcsolat, illetve a család terén, azt ez a generáció, aki most 20 éves, egy az egybe bevette, annál fiatalabbakról nem is beszélve, az internet, illetve a közösségi média. Én nagyon nehezen látom azt, hogy egyáltalán honnan jönnek majd az emberek, akik meg tudják fordítani a folyamatot. Hogyha nem lesznek családok, ha nem lesznek gyerekek, nem születnek, akkor gyakorlatilag nincs miről beszélni, és én nem nagyon tűnik úgy számomra, hogy bármiféle ezirányú pozitív elmozdulás lenne. Mi az, mit gondolsz erről, ahogyan a családmodell változik? Hogyha esetleg azt fel tudnád vázolni, hogy annak milyen hatása van a társadalomra? Nagyon sokat foglalkoztál te is ezzel a kérdéssel. Valóban a család ennek egy kulcsfontosságú momentuma, illetőleg a családmodellek, vagy a családi struktúrának az átalakítása, átformálása. Hát érdemes legalább az elmúlt 50-70-100 év vonatkozásába végigmenni azon, hogy ez hogyan változott, vagy hogyan is nézett ez ki. Ugye ebből a szempontból Talcott Parsons, amerikai szociológusnak a neve kiemelendő, ugyanis ő beszél arról, hogy ugye a hagyományos, tehát értve ez alatt a most már 70 vagy akár 100 évvel ezelőtti klasszikus családmodellt, ugye a generális család, ugye általános nagycsaládot érti ez alatt, ami ugye arról szól, ugye több jellemzője is van ennek a nagycsaládnak, ugye ez tipikusan a paraszti többgenerációs család, tehát ahol több generáció él egymás mellett, három nevesen legalább, értve ez alatt a nagyszülőket, a szülőket, illetőleg a gyerekeket, kiterjedt a család, tehát nagy a rokonság, ezek ha nem is egy térben, tehát egy fedél alatt élnek, de egymáshoz fizikális közelségben, tehát mondjuk azonos vagy közel lévő falvakban, a generális nagycsaládnak, a tagjainak a szerepe az pontosan körvonalazódott, pontosan meghatározott, pontosan szabályozott, és nagyon lényeges dolog, hogy a termelésben, tehát a javak előállításában mindenkinek megvan a maga funkciója. Tehát egyfajta funkcionalitást töltenek be minden egyes családtag, értve ez alatt a gyerekeket is, és közösen termelik meg ezeket a javakat, és közösen is fogyasztják el. És hogy alapvetően az életük három fő aspektusát, úgy mint a munkát, a szórakozást és az alvást, vagy pihenést, azt szintén gyakorlatilag együttesen és szabályozott formában teszik, és rendkívül nagy kohéziós erő van ezekben a családokban. Na hát ugye, amikor jött a váltás, ugye, hát mondjuk Magyarországon talán a felszabadulás után indult el ez a folyamat számottevően, nyilván tőlünk nyugatabbra lévő országokban ez már korábban elindult, mégpedig ennek a modellnek az átalakulása, vagy gyakorlatilag leépülése, vagy szétverése, ha így jobban tetszik, és ugye Parsons ezt a fogalmat használja, hogy nukleáris családdá alakulás, vagyis mag családdá, ami arról szól, hogy férj-feleség, apa-anya és a közös gyermekeik. És ugye ez tipikusan az urbanizációval valósul meg, tehát amikor is gyakorlatilag ez a hármas egység, tehát az emberi tevékenység, három fő tevékenység, az elkezd egymástól markánsan különválni. Vagyis már nem egy helyen dolgoznak, ugye egyébként tipikusan a nukleáris család kezdetekor, vagy ugye amire te is tettél már említést, ugye ez tipikusan 50-es, 60-as évek Egyesült Államok, tehát amerikai családmodellje, ugye, ahol a férj, vagy az apa, vagy a férfi, a családfenntartó, aki valamilyen munkahelyen dolgozik, családon kívül értelem szerint, az anya, vagy a nő, vagy a feleség feladatköre, az pedig tulajdonképpen a háztartásnak a vezetése és a gyermekek nevelése, és ő nem dolgozik külső munkahelyen. Hát ugye aztán menet közben ez is átalakult, mégpedig, és a feminizmus itt köszönt be többek között, bár ugye a feminizmus ezen alapvetése vagy eszmerendszere sem önmagában állt elő, mégpedig a nők munkába állítása, a nők felszabadítása ürügyén, vagy ezzel a gyönyörű mottóval, tehát, hogy gyakorlatilag függetlenedjenek, ha más nem olyan módon, hogy jövedelemmel rendelkeznek, ők is részt vesznek a család úgymond külső erőforrásainak hozzáférésének a biztosításában. Bocsáss meg, tehát egy pillanatra hagyj állítsalak már meg. Lenne egy kérdésem, csak nem még a feminizmusra rátérünk majd. Csak még azt szeretném, igen. Nekem van egy, én úgy láttam, meg így azok alapján, amit én értek erről az egészről, hogy az a mennyiségű mentális probléma, ami ma a nyugati társadalomban, különösen ebben az urbanizált környezetben, ami felmerül, az, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen világjárvány, mindenféle korosztályban. Én nekem meggyőződésem, hogy ez ismeretlen volt, amíg az a közösség létezett, amiről te beszélsz. Mert a közösség volt a terápiás egység. Én jól gondolom ezt? Jól gondolod, igen. Tehát az, hogy a mentális zavarok így elszaporodtak. Tehát ugye most már ott tartunk, hogy a lifetime prevalenciája, tehát annak a esélye, hogy egy ember az élete folyamán legalább egyszer valamilyen mentális zavarban szenvedjen, az már az 50%-ot közelíti. Tehát olyan léptékű előretörése van a mentális zavaroknak, nyilván ennek is több oka van, tehát diagnosztikai, leíró nozológiáknak az átalakítása, de talán nem ez a legfőbb oka, hanem az, hogy de facto sokkal több ilyen fordul elő. Tehát, és itt tipikus példaként ugye a depressziónak az előfordulását szokták emlegetni, ami 100 évvel ezelőtt szinte szakirodalmi ritkaság volt, és manapság pedig népbetegség. Tehát gyakorlatilag egy általános dologról van szó, jó esetben csak időlegesen egy embernek az életében, és hát ugye ebből a szempontból az egy kulcsfontosságú dolog, hogy az ember, mint olyan, az egyénileg nem ember. Tehát az ember az csak társadalmi környezetben, társak jelenlétében tud létezni. Hát ez kiválóan kifejezi ugye Eliot Ahonsonnak a klasszikus, sok évtizeddel ezelőtt megírt könyve, a társas lényként fordították ugye magyarra, de The Social Animal, ez az eredeti címe. Tehát ami pontosan erről szól, és ugye a közösségnek, mint olyannak pedig ugye 64 óta Kaplan, ugye, aki a mentálhigiénés mozgalmat életre hívta, ugye ő fejti ezt ki több könyvében is részletesen, hogy a közösségnek, mint olyannak megtartó ereje van. És hogyha a közösség szétverődik, vagy gyengül, akkor az óhatatlanul kifoghatni az egyénnek a mentális állapotára is. Mi ennek az oka? Értem, abszolút. Persze, én értem, meg én erre a következtetésre jutottam. Esetleg annyit, hogy ha tudod, hogy mi ennek az ok, miért van ez? Miért van az, hogy az embernek szüksége van erre a közösségre? És a másik kérdésem az, mert hogy vajon egyetértesz-e abban, hogy ez egy szándékos folyamat, hogy ez így alakult, hogy ez nem csak egy organikus dolog, ami véletlenszerűen végbe ment, hanem ez így van irányít. Igen. Akkor kezdem a végén, vagy az utolsó kérdéseddel. Ja. Én magam is úgy gondolom, hogy ez egy szándékos, céltudatos folyamatnak az eredménye, aminek a részleteibe bele lehetne menni, tehát akár a feminizmus kapcsán is. Tehát a feminizmusnak a szép felhang és a kirakat ellenére én úgy gondolom, hogy a valódi oka az nem a nők felszabadítása és szabaddá tétele, hanem Nagyon nyersen és egyszerűen fogalmazva a kapitalizmusnak az olcsó tömegmunkaerőre, de főleg a fogyasztó rétegre volt szüksége a nők szemében. Tehát a család, mint olyan, vagy a klasszikus családmodell, de egyáltalán bármely családmodell, az ellene hat annak, hogy a nők úgymond függetlenedjenek, legalábbis fogyasztás vonatkozásában. És hogyha a családot szétverjük, akkor az természetszerűleg együtt jár azzal, hogy egyrészt felborulnak a szocializációs ágensek, majd erről szintén Parsons nyomán esetleg később majd kitérek, hogy ez hogy néz neki. De ráadásul, ugye, mivel külön atomizálódnak, ezért a fogyasztásuk is jóval több lesz. És a kapitalizmus az a fogyasztásra épül, semmi egyébre. Tehát nyilván két lakást kell fenntartani, két lakást kell világítani, két lakást kell fűteni, szabadabban lehet vásárolgatni, külön-külön lehet, vagy kell úgymond szabadidős tevékenységeket gyakorolni. Tehát ez mind-mind gerjeszti a fogyasztást, és azt az extra bevételt, vagy extra profitot, ha így jobban tetszik, a rendszert uralók és fenntartók számára. A másikra visszatérve, a másik kérdésedre, tehát hogy miért van az embernek szüksége arra, hogy közösségben létezzen, vagy egyáltalán miért van erre ősi, ösztönös, genetikailag determinált igénye. Hát az első legfontosabb ilyen tényező az az, hogy az embergyerek az minden értelemben, még fiziológiai értelemben is koraszülött. Még akkor is, ha időre születik. Miért? Gondoljunk abba bele, hogy számos állatfaj van, ami megszületik, értve ez alatt akár az őzet, a gnút, és most hadd ne soroljam, a születés igen. után pár másodpercen már lábra áll és követi az anyját. Ehhez képest az embergyerek az, ha nem lenne mögötte ellátó és szerető, jó esetben szerető és gondoskodó háttér, akkor elpusztulna. Elpusztulna. Tehát ilyen értelemben ráadásul hosszú évekig ez így marad. Hát így van. Sőt, ugye van, aki... Évtizedekig, hát gondolok itt a mama hotel jelenségére, ugye, tehát, hogy belesüpped ebbe a művi infantilizmusba. Hmm. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos ágens ebből a szempontból, és ráadásul ugye van egy ilyen ősi ösztön, ugye, amit többek közt ugye a pszichoanalitikus Herman Imre is leír, ugye az Ember ősi ösztönei könyvében, a megkapaszkodás ösztöne. Ugye, tehát ami egy nagyon korai reflex, mint a fogóreflex. Hmm. Vagy a móró reflex, tehát ugye az, amikor a csecsemőnek, akár az újszülöttnek a tenyerét meg végig, akkor az ráfog. Igen. Vagy amikor ugye a móró reflex pedig az átölelő reflex, tehát hogy igyekszik megkapaszkodni. Na most kibe fog tudni megkapaszkodni? Az anyjában. Tehát ugye Desmond Morris, ugye szintén egy klasszikusa ennek a kérdésnek, aki írt hát több könyvet is írt, de az első magyarul megjelent könyve, az a Mesztelen majom címre hallgat, és itt kapcsolódik Herman Imre elképzeléséhez, aki azt mondja, hogy a megkapaszkodás, tehát az, hogy az utód belekapaszkodjon az anyja szőrzetébe, ez a túlélést szolgálta. Ugyanis, ha nem kapaszkodott meg, ugye gondoljunk arra, hogy legközelebbi rokonaink nagy része is fán tölti az életét, tehát az, amikor a majomanya egyik ágról, vagy egyik fáról a másikra ugrik, akkor neki el kell kapnia az ágat, tehát ő nem tudja feltétlenül használni mind a két kezét arra, hogy a kölyköt magához fogja, következésképpen az utódnak kell kapaszkodnia a szőrébe. És hogyha ez nincs meg, ez a megkapaszkodás, hát akkor evolúciós módon kiszelektálódik az, akikben ez nincs meg. Most a mesztelen majom hogyan kapcsolódik ehhez? Hát ugye Desmond Morris a mesztelen majom alatt egyébként az embert érti. Hát ugye az ember elveszítette a szőrzetét, innentől kezdve nincs megkapaszkodási lehetőség. És ami ezt a szimbolikus megkapaszkodást lehetővé teszi, és itt megint visszakanyarodok akkor Herman Imre, az nem egyéb, mint maga a szeretet. Ugye? Tehát a szeretet az egy szimbolikus megkapaszkodás. És tehát És ráadásul ez a folyamat, ez kétirányú. Tehát nem csak a kölyöknek kell kapaszkodnia, ragaszkodnia, szeretettel kötődnie, úgymond ahhoz, akitől a léte függ, hanem fordítva is. Ugye erre számtalan kísérletes bizonyíték is van. Ez, amiről beszélsz most, ez a reflex, ezek a dolgok, ugye ez teljesen lehetetlenül az idézőjelbe vett oktatási rendszer véget. Jó, az első 3 évben a gyerek otthon maradhat, ha akar az óvodából, de én úgy gondolom, hogy egyre gyakrabb az, hogy inkább elmegy dolgozni az anya, mert el kell, hogy menjen dolgozni, ami azt jelenti, hogy van bölcsöde is, ha jól emlékszem, ami ugye az első 3 évben van. Szóval már oda is be lehet adni a gyereket, és ennek az lesz a következménye, hogy ezek a reflexek egy másik személlyel alakulnának ki, vagy egyáltalán nem alakul ki, mert a bölcsödében nem fogják ott fogdosni a gyerekeket, meg nem is úgy viszonyul senki. És gondolom, hogy az a fajta, a társadalomban, különösen a fiataloknál, az a fajta érzéketlenség, meg személytelen megközelítése a dolgoknak, az nem csak a közösségi média, meg a képernyő okozza, hanem az is, hogy ezek a fázisok kimaradnak az életükből, mert egyszerűen csak lehetetlen, hogy... És én úgy tűnik, hogy senki nem beszél erről, hogy mindenki csak azt beszéli, hogy így diagnosztizáljuk, meg ilyen fejlett a tudomány, meg olyan fejlett a tudomány, miközben ezek a dolgok csak folyamatosan romlanak, ahogy én látom. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve YAHUAH útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ezt nagyon pontosan látod, és erre számtalan kutatási adat, és ezek nem új keletűek. Tehát most itt utalok például a Harlow-féle anyadeprivációs kísérletekre, ugye, ami arról szólt, hogy rhesus makakuszokat, vagyis makákó majmokat megszületésüktől elválasztották az anyuktól, és izolációban, tehát anya megvonásban nevelték fel. Hát ugye ennek is volt számtalan változata, talán a legismertebb az a drótanya és a szőranya. Igen. És hát ugye az derül ki ezekből a kísérletekből, hogy mindenképpen károsodik a szocializációjuk és a társkapcsolatuk. Ugye Harry Harlow, egyébként egy házaspárról van szó, ugye a feleségével együtt, Margaret Harlowval együtt végezte ezeket a kísérleteket. Ugye ő az első leírásában azt mondja, a felnőtt, anyadeprivációban felnőtt utódok és már felnőtté vált egyedek vonatkozásában, hogy nem tud rá jobb szót mondani, de olyan, mintha a személyiségzavaruk lenne. És leginkább ez a saját utódaikkal és a saját fajtársaikkal való kapcsolatban nyilvánul meg, és ami egy nagyon markáns dolog, a szexualitáshoz való, meg a társkapcsolathoz és a szaporodáshoz való viszonyukban. Aszexuálisak. Na erre hagyd én, ezt a dolgot majd maradjon már meg, ez amit most elkezdtél, csak annyit hozzá akartam tenni, hogy én emlékszem erre a szőranya, meg drótanya, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, mert főiskolán nekünk volt pszichológia alapja is, ott benne volt ez, és nekem már akkor is úgy olyan kegyetlennek tűnt, tudod, így maga a kísérlet, hogyha valaki ismeri, olyan kegyetlen, persze értem, hogy egy kísérlet majmokkal, nem azt akarom mondani, hogy az emberek kegyetlenek, csak maga az, ahogyan az állat próbált volna ragaszkodni ehhez a személytelen, élettelen dologhoz, ösztönből vágyott arra, hogy valaki ott legyen vele, és tudjon ezt a kapcsolatot formálni, miközben ugye ez lehetetlen volt, és olyan szánalmas, meg sajnálatra méltó volt, de ezt az aszexualitást, hogyha esetleg visszatérnénk rá. Igen, ez így igaz, hát rengeteg videót lehet erről találni egyébként. Bocsánat, még előtte, ha... Nyugodtan. Igen, mindjárt visszatérünk rá. Persze. De ha megengeded, akkor mondanék erre egy direkt humán vetületét is, ami nem kísérlet, hanem megfigyelés. Ugye a kettő közt az a különbség, hogy kísérletnél ugye van független változó, amit szisztematikusan változtatnak, és megnézik, hogy a függő változóra ez milyen hatást gyakorol. Igen. Tehát az in vivo, tehát az életben is előfordul számtalan ilyen eset, Ugye az egyik ilyen az a René Spitz által leírt hospitalizációnak a jelensége. Igen. Ugye a világháború zűrzavarában rengeteg gyerek került be nevelőintézetekbe, pontosabban ilyen gondozóintézetekbe, ez főleg egyházi vagy egyházi indítatású intézmények voltak, ahol egyébként a fizikális körülmények és a fizikális környezet az esetek zömében jóval jobb volt, mint a falakon kívül lévő családok, vagy szülők, vagy gyerekek vonatkozásában. Tehát értve az élelmezést, a hőmérsékletet. Hát ugye az derült ki, viszont ugye ami nem volt, az a személyes kontakt. Igen. Ugye, mert hogy ezek árva gyerekek voltak, akik elveszítették a szüleiket, vagy ténylegesen, tehát ugye haláloztak, vagy pedig a háború forgatagában külön kerültek, és egy jellegzetes szindrómát ír le René Spitz, ezt nevez egyébként hospitalizációnak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kognitív és az érzelmi fejlődés egy olyan zavart szenved, és ezek a gyerekek olyan apátiába kerülnek, ami még csak a kisebbik része. A nagyobbik része az, hogy ezeknél a gyerekeknél nem csak hogy a kognitív és érzelmi fejlődés és egyáltalán a kötődés mint olyan elmarad, kimarad, hanem ráadásul jóval magasabb a körükben, még egyszer mondom, a jobb fizikális környezet és igen, ellátottság ellenére a halálozás, a betegségek, a halálozás, a fejlődési retardációk, elmaradások, lemaradások, és a halálozás is. Tehát megdöbbentő módon. Na most, hogyha ezt próbáljuk meg általánosítani, és ugye amiről beszéltél, tehát ez megint ugye Parsonshoz köthető, ugye a szocializációnak az ágensei, és ugye szocializáció, ugye ezt mindenki érti ezt a fogalmat, de azért definiálnám, de még mielőtt innen folytatnám, az egy mondat erejéig, vagy gondolat erejéig visszatérnék a hospitalizáció jelenségére, ugyanis ezeknél a gyerekeknél felnőtt korukra egy instrumentális kapcsolati minta alakul ki. Vagyis az emberekhez való kötődésük olyan zavart szenved, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag az emberi kapcsolatokat eszközszerűen használják. Tehát, hogy mi az, amit profitálnak, mi az, amit hasznosítani tudnak belőle, egyfajta, hát rossz szó rá, de egocentrizmusnak nevezném, ami arról szól, hogy nem önmagában érték az emberi kapcsolat, hanem hogy mit tudok általa elérni, és megszerezni, és birtokolni. Ez amit mondasz most, ez egyszerűen hihetetlenek ezek a dolgok, és mert én abszolút elfogadom, sőt, én ezt látom, de szerintem mindenki látja. Az, ahogyan az emberek, az a rengeteg TikTok, meg YouTube short videó, amit én látok, csak biztos ismered azt, amikor az emberek így ezeket a prankeket csinálják egymáson, hogy megijeszti, vagy megtréfálja, és fölveszi videóra, és feltölti az internetre. És én abban gondolkodtam, hogy az azt jelenti, hogy te kitalálsz egy ilyen szituációt, megtréfálod a másikat, bohócot csinálsz belőle, vagy akármi, és aztán feltöltöd az internetre, hogy lásd azt, és ezt csinálják az emberek a saját szüleikkel. És közben, amit mondasz, az nagyszerűen ehhez passzol, hogy minden tulajdonképpen egyfajta árucik lett, és különösképpen a tartalom. Szóval majdhogy nem úgy gondolkodik a fiatalság, hogy minden feláldozható annak az oltárán, hogy te készíts tartalmat, mert valami oknál fogva azt legitimizálja, csak az, hogy azt emberek nézik, vagy szórakoznak, vagy te abból élsz. Szóval ez csak rájátszik arra, amiről beszélsz. Igen, nagyon sok komponense van ennek. Érdemes lenne talán ebbe is vele menni. De hát az, hogy a népszerűség oltárán úgymond feláldozzák. Így van. Ezeket a dolgokat, vagy alkalmazzák, holott ez a népszerűség, ez egy talmi népszerűség. Ugye? Tehát ez nem egy valós, hanem ez egy álságos, és ráadásul még egy nagyon lényeges komponense az ember személyiség fejlődésének, és talán a magkomponense, mégpedig az identitásnak a kérdése. Tehát, hogy saját magamat mivel tartom azonosnak, hogyan definiálom magam, milyen értékeket vallok, és milyen attitűdöket hirdetek és teszek magamével. És valahol ez sérült meg drasztikusan. De visszatérve a szocializációra, mint olyanra, tehát a szocializációnak a legelfogadottabb definíciója az úgy hangzik, hogy egy folyamat, melynek során az egyének olyan képességekre, készségekre, tudásra és viselkedésmódokra tesznek szert, mellyel a társadalom többé-kevésbé hasznos tagjává válnak. És hát itt a szocializáció vonatkozásában még egyszer mondom Talcott Parsonsnak a nevét, ugye, aki megkülönböztet olyat, hogy elsődleges, másodlagos, harmadlagos szocializáció. Az elsődleges szocializáció közege az nem egyéb, mint a család. Igen. Tehát, hogyha a család mint olyan szétverődik, akkor gyakorlatilag megsérül már rögtön a szocializáció első fázisa, melyre aztán persze a többi második, harmadik, sőt negyedik fázis, vagy szocializációs szint épülni fog. Tehát, hogyha már ez itt megsérül, és nem kell itt feltétlenül nagy dolgokra gondolni, mondok egy klasszikus példát, ami még néhány helyen még mindig gyakorlatban van, bár hál' Istennek eltűnőben az utóbbi időben, mégpedig az, hogy akkor, amikor a gyerek megszületik, a újszülött a világra jön, akkor gyakorlatilag azonnal elválasztják az anyjától, külön helyezik, és elkülönítik tőle. És hát a szülés utáni néhány óra, sőt az újszülött vonatkozásában ez 20-25 perc, az kritikus a kötődés kialakítása szempontjából. Ugye ezt hívják a Nobel-díjas Conrad Lorenz imprintingnek, és ugye ehhez köthetőek a kritikus fázisok, ugyanis a újszülött, a világra jövetelét követő 20-25 percben rendkívül aktív. Igen. Ez alatt azt kell érteni, hogy érdeklődik a külvilág iránt, nézelődik, szemmel láthatóan, és aktív, tehát nem passzív, mint ahogy egyébként meg az újszülött, ugye az idejének a 24 órájából 23 órát alvással tölt. Tehát, hogy gyakorlatilag ekkor alakulhat ki egyfajta kapcsolat is. Ugye ez is egy ismert jelenség, főleg a fejlettebb állatoknál, hogyha tipikusan ugye a prémes fókát szokták erre felhozni példagyanánt, ami arról nevezetes, hogy egy szigeten élnek, kolóniákban, és hát ugye evolúciósokból kifolyólag is a nőstényeknek, tehát a vemhes nőstényeknek az ellése az egy időben történik. Majd miután, tehát gyakorlatilag az ott lévő több száz, vagy nehogy Isten, több ezer fóka bébi az egy időben jön világra, majd miután ellátta idézőjelbe a utódját az anyafóka, akkor ott hagyják őket, és bemennek a tengerbe, ha másért nem azért, hogy táplálékhoz jussanak, és akár egy 24 órára is távol vannak az újszülöttjeiktől. És amikor visszatérnek az anyák, mert szintén csapatostul térnek vissza, akkor a kölykök azok már ott tolonganak a tengerparton, és várják vissza az anyjukat. És most jön a megdöbbentő dolog, hogy minden egyes anyafóka és minden egyes kölyök halálpontossággal kiválasztja a sajátját. Tehát nem akármelyiket. Igen. És hát ugye ez is egy ismert dolog, hogyha elveszik az anyaállattól a kölykét, meghatározott időn, tehát a kritikus perióduson túlmenően, akkor már nem fogja visszafogadni. Igen, igen. Nem fogja visszafogadni. Ez, amit mondtál, amiből kiindult ez a gondolatmenet, hogy az újszülöttet elveszik azonnal, amikor megszületik. Legalábbis a kórházban ez egy gyakorlat. Igen. Én ezt most tudtam meg, csak nem is olyan régen, hogy ez így működik. És én nekem az jutott eszembe egyből, hogy ez egy gonosz dolog, amit nekik tudniuk kell, hogy ez fontos. Úgy értem, hogy ha azok az emberek, akik kitalálják ezt a protokollt, ami ott van, azok nem ostobák, hogy ne legyenek tisztában azzal, hogy ez egy fontos dolog. Szóval valamilyen gonosz oknak kell lenni a háttérben. Nem azt mondom, hogy az egyes orvosok vagy nővérek, hanem az, aki meghatározza az eljárásmódot, annak tisztában kell lenni azzal, hogy ez egy fontos dolog, és szándékosan közbelép, mikor kialakulhatna ez. És ha megfigyeled, minden egyes pontján az anya-gyermek, meg a család-gyermek kapcsolatnak megvannak ezek az akadályok, amiket szinte lehetetlen mára leküzdeni, és ott van az óvoda, a bölcsöde, akkor ezek az ünnepek, akkor, hogy dolgozni kell a nőnek, a férfinak, hogy nem lehet megélni. Érthető, amit mondok? Szóval kell, hogy legyen egy gonosz erő a háttérben, ami ezt irányítja. És én nem arra akarok rá beszélni senkit, hogy ez az ördög, vagy sátán, vagy akármi. Csak hogy értse meg mindenki azt, hogy ez nem egy organikus folyamat, ez nem csak kialakult, mert mi így döntöttünk, hanem valami erő a háttérből ezt mozgatja. Így van, tehát óhatatlanul az ember fejébe felmerül, és tartok tőle, hogy nem alaptalanul, hogy az egész mögött van egy koncepció. Persze, minden. Tehát, hogy miért lényeges ez? Hát azért, mert hogy a korai kötődési minták lesznek, aztán a felnőttkori kapcsolatainknak is a mintái. Erre épülnek. Tehát, hogyha nem alakul ki egy kötődés, vagyis egy érzelmi elköteleződés egy-egy konkrét személy, ugye jó esetben az anya, illetőleg a szülők iránt, akkor olyan torzulások lépnek föl, amelyek a mostani modern társadalmunk számos jelenségére én azt gondolom, hogy magyarázatot, vagy indoklást adnak. Mindenképp, persze. Mondj. Na, tehát ugye a szocializációra visszatérve. Ugye Parsons még úgy írja le, hogy az elsődleges szocializációnak a kerete, az a család. Ugye? Tehát a családon belül történik meg az értékek elsajátítása, attitűdök, magatartásformák, role-taking, tehát szerepátvétel, és még számos egyéb dolog. Majd ezt követően lép be a másodlagos szocializáció, ami az intézményi keret. Tehát amiről beszéltél, tehát az óvoda, az iskola, sőt, ugye a bölcsőde is. Ugye néhány hónapos csecsemőket minden további nélkül be lehet adni a bölcsődébe. Tehát gyakorlatilag az a folyamat, ami az elsődleges szocializációt jelenteni, vagy a klasszikus értelemben az elsődleges szocializációs ágens lenne, ez megszűnik. Átveszi az intézmény. Intézményesül. Mindaz a szocializációs folyamat, aminek fiziológiásan, tehát normál keretek között a családon belül kellene, hogy történjen. És hát ráadásul, ugye nem van régi fejlemény, talán még 2 éves sincs, ugye, hogy kötelezővé tették a gyerekek számára az óvodát. Igen. Ami korábban alternatív volt. Ugye, tehát, hogy Én látok abban is fantáziát, hogy most az, hogy kötelező vagy nem, hogy az helyese vagy nem, az egy másik kérdés, de tudod, az a baj, én ha visszagondolok az én gyermekkoromban, meg biztos a tiédben is így van, de én 43 vagyok. Én emlékszem, hogy mi örökkélen voltunk az utcán a gyerekekkel, vagy fociztunk, vagy bicikliztünk, vagy mit tudom én, mit csináltunk, de tényleg örökké. És emlékszem, hogy ezek 4 emeletes házsorok voltak. Volt előtte egy kis füves terület, még a felnőttek is len voltak munka után, 4 után. Persze ez a kommunizmus vége időszak, amiről beszéltél. De ma semmi ilyen nincs. Abszolút semmi, zéró, nem, hogy nem fociznak, nincs annyi gyerek, hogy foci csapatot létesítsek. Szóval talán olyan szempontból érdemes, hogy legalább így nem lesznek teljesen ilyen mauglik mindenki, tudod, hogy legalább az óvodába találkozik gyerekekkel. És nem felnő 6 éves koráig úgy, hogy egy kell, mert a legtöbb családban egy gyerek van, nem? Szóval képzeld el, hogy nem jár óvodába 6 évig, és akkor csak hébe-hóba találkozik valamikor gyerekekkel. Olyan lesz, mint valami dzsungelfi. Ebben igazad van, hogy nyilván van pozitív hozomlánya is, különösen akkor, de értem, amit mondasz, nem azt akartam mondani, hogy nem ellenkezni akartam, egyért értek azzal, amit mondasz, csak talán ez a pozitívum benne, hogy legalább. Így van, ebbe teljesen igazad van, tehát az, hogy a kortársak között szocializálódik, mert ugye ez lenne a harmadik komponense, ugye a kortársak, vagy a harmadik szintje a szocializáció, a negyedik, meg majd a munkahely, meg a nagyobb csoportok, nagyobb köztársadalom, ha beszéltünk ilyesmiről még. De visszatérve erre, amit mondasz, tehát, hogy a klasszikus, tehát a generális nagycsalád időszakában azért nem szabad elfelejteni, hogy volt még egy nagyon fontos komponens ennek, mégpedig az, hogy különböző életkorú gyerekek is egymással találkoztak, amit gyakorlatilag a bölcsőde, az óvoda is, de akár az iskola is meggátol, megakadályoz. Azonos életkorú gyerekek vannak egy csoportba, együtt mennek a játszótérre, és gyakorlatilag minimalizálják annak a lehetőségét, hogy akár idősebb, akár fiatalabb korosztályra találkozzon. Igen. Ez is egy rendkívül fontos komponense a szocializációnak. Tehát egyrészt a modellkövetés, a mintakövetés miatt, másrészt pedig a gondoskodás, mondjuk a kisebbek vonatkozásában. Mint ilyen. És hát ugye elmondtam a szocializációnak ezt a 4 síkját, és hát ugye modern korunkba beüt egy, ettől talán mindegyiktől talán fontosabb, vagy átfogóbb, vagy meghatározó folyamat, mégpedig a média. Igen. Úgy érted, hogy média, tehát a passzív média, amit te nézel a tévében, vagy a közösségi média, melyikre gondolsz? Mindegyiket értem. Most két dolog. Mindegyiket, a közösségi médiát is, meg a mainstream médiát is. Tehát... Közösségi médiával kapcsolatban csak annyit, hogy... Nem hallak. Nem? Nem. Igen? Hallasz? Lehet hallani? Hallak. Ja. Szóval közösségi médiával kapcsolatban csak annyit, hogy a világban tényleg minden hazugság, minden a feje tetejére van állítva, az összes kivétel nélkül, és az, hogy közösségi médiának hívják, az szerintem az egyik legborzasztóbb, meg az egyik legfelháborítóbb dolog, mert ennek semmi köze nincs a közösséghez, vagy ahhoz, hogy valami szociális legyen. Ugyanis én nekem meggyőződésem az is, mint ahogy biztos például így van, hogy lehetetlen egy képernyőn keresztül kialakítani olyan kapcsolatot egy emberrel, hogy az jelentőségteljes legyen az ő életében. Vagy arról nem beszélve, hogy írásban, vagy így távkapcsolatban. Szükség van arra, hogy az ember ott legyen, és kézzel fogható legyen, különben egyszerűen csak valahogy úgy vettem észre, hogy a kapcsolat így elhal. Egy idő után a kapcsolat egyszerűen csak elhal. Abszolút jól látod, tehát ez a mai digitális telekommunikáció, akkor is, hogyha közösségi médiának nevezik. Ugye a neurolingvisztikus programozásnak van erre vonatkozóan egy ilyen szép mondata, ami úgy szól, hogy a térkép nem azonos a területtel. És azt gondolom, ez nagyon jól kifejezi azt, amiről beszéltél, mert hogy tehát ilyen távmódon való kommunikáció és a fizikális egytérben való találkozás, az élményeknek a begyűjtése, vagy egyáltalán, mint ilyen, hát ugye egy közösséget mi tart össze? Semmi egyéb, mint az együttes élmény. Pontosan. Mint olyan. Pontosan. Na most ilyen együttes élmény tud kialakulni, mint amit te is említettél itt, hogy bicikliztetek, fociztatok egész nap, stb. Tehát, hogy ha ez virtuálissá válik, akkor a kapcsolat is virtuális, és persze, hogy lemorzsolódik, mert nincs kötődés. Ha nincs kötődés, akkor... Nem is tud lenni. Ráadásul van a gyerekeknél az a jelenség, nem tudom, együttjátszás, vagy hogy hívják ezt? Valami ilyesmiről volt szó, hogy a gyerek szeret hogy szeret közösen tevékenykedni, és én nekem meggyőződésem, hogy a felnőtteknél ez a közös munka, amiről beszéltél az elején, hogy együtt dolgozott a család, és a megélhetésért együtt építették a házat, segítettek a szomszédnak, arattak, vetettek, stb. Együtt csináltak mindent, az összehozta az embereket, mert mindenki tudta, hogy egyedül nem tudja megcsinálni, viszont együtt szinte bármire képes volt a közösség, és ez volt az a kohéziós erő, ami mára kiveszett, hisz nem egy helyen dolgoznak az emberek, és ráadásul mintha még egy-két fokozattal el is lennének választva attól, amiért dolgoznak. Érted? Ülnek az irodában, de közben élelemért dolgoznak, szóval nem is vagy közvetlen kapcsolatban azzal, amiért dolgozol. Igen, hát ugye arról még nem is beszélve, ugye ez a klasszikus marxizmusnak a fogalma, és azzal együtt, hogy nem népszerű manapság, meg nyilván volt egy csomó megvalósítás tekintetében, főleg nagyon rossz lépése is. Ugye ez a fogalom pedig nem más, mint az elidegenedés. Tehát az, hogy ember elidegenedik a munkájától, ugye, és elidegenedik a társadalomtól, meg a többi embertől is. Igen. És főleg akkor, amikor az adott tevékenység az olyannyira el van választva a valós élettől, és annyira absztrakt, és annyira követhetetlen, és annyira nem kézzelfogható, főleg az eredménye, ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy az ember a tevékenységének látta az eredményét, és gyakorlatilag legyen prompt visszajelzése arra nézve, hogy amit csinálok, az kreatív, teremtő, és van értelme. Igen. Tehát az, amikor valaki bennül egy irodába, és nem tudom, Excel táblázatokat tölt ki, akkor az nem biztos, hogy megadja a önkiteljesedés, meg az emberi kreativitásnak azt a komponensét, ami az embert emberré teszi. És hát arról meg nem is lesz, hogy rengeteg kutatás van erre nézve, sőt, meg is jelent egy könyv, aminek az a címe, magyarul nem jelent meg, de angol nyelven jelent meg, az a címe, hogy Bullshit Jobs. Abból van egy pár. Na, mielőtt ebbe belemész, mert erről mindenképpen akarok beszélni, és tudom, hogy nem a gazdaság a fő területed, de ez, amit most mondasz, ez egy nagyon fontos dolog, ez a Bullshit Jobs, mert szerintem mára a foglalkozásoknak egy jelentős része, hanem a túlnyomó többsége az olyan dolog, amit csak egy mesterségesen fenntartott gazdaságban lehet végezni. Én biztos vagyok benne, hogy ez így van. Pontosan így van. Erről vannak kutatások, tehát amikor megkérdezik az embereket, hogy a munkáját, hogy viszonyul a munkájához. Az embereknek a zöme az értelmetlennek is tartja, felesleges csavarjának tartja saját magát is, és a munkáját is, és ugye azt mondja, hogy hát ellézeng, mint egy alvajáró a munkahelyén, és nem azért megy be, hogy annak látná értelmét vagy fontosságát, hanem azért, hogy pénzt kapjon érte, mint amit mondtál, amit aztán át tud váltani egy másik helyen arra, amit erőforrást, amiből egyébként meg csak annyit kap, mint a klasszikus maximumnak megfelelően, vagy annyit hagynak nála, amennyi a munkaerejének a reprodukciójához szükségeltetik. Ugyanott lennénk, hogyha mindenki földműves lenne most is, és úgy gondolkozik a többség a földművesről, meg a mezőgazdaságban dolgozóról, hogy az valami alacsonyabb rendű életforma, hogy az valami idióta, hogy az állatokkal foglalkozik, miközben ugyanazt csinálja mindenki, csak az kapcsolatban van a végtermékkel, ő pedig nem. És visszatérve a depressziót említetted korábban, a depressziónak egy nagyon fontos komponense az, hogy az ember, amit csinál, az nem konstruktív és nem hasznos mások számára. Ez legalábbis amennyire én értem ennek a kialakulását, hogy az egy jelentős probléma, hogy az emberek nem csak el vannak szigetelve egymástól, hanem amit csinál, annak nem látja értelmét. Szóval az egész élet egy ilyen fölöslegességé válik. Talán egy éve, másfél éve jelent meg magyarul is Matthias Desmetnek a könyve, egy klinikai pszichológus, aki a Totalitarizmus pszichológiája címén írta ezt a könyvet, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ő 4 fázisát írja le a totális rendszerek sajátosságaként, vagy 4 előfeltételét, amiből az egyik az ez, hogy az ember a saját életét értelmetlennek és célnélkülinek tartja. Aminek része nem csak egy általános értékválság, hanem az is, hogy semmi olyat nem tapasztal meg, vagy él meg, ami jelentőséget, értelmet adna az egész életének. Így van. És még családja sincs már. Hát illetőleg magát a vágyképletét is determinálják. Ugye a média, a propaganda, a reklám. Ja, pontosan. És hát megint visszatérek erre az identitás problémára, tehát ugye ez egy nagyon összetett fogalom, most ebben nem szeretnék mélyen belemenni, mert az több órát kitöltene, de tehát ez az én azonosság, meg önazonosság, ami gyakorlatilag a személyiségnek a magja, és ez képezi a világhoz való viszonyulásunk, más emberekhez való viszonyulásunknak is az alapját, ez gyakorlatilag egy konzumtermékké vált. Tehát az, amikor brandek, tehát az, hogy amit viselsz, meg azok a szimbólumok, legyen az mobiltelefon, autó, bármi egyéb ruházattól, élelmiszeren át bármi egyéb, ezek mind-mind egy olyan talmi álidentitást képeznek, ami gyakorlatilag megöli a valós belső identitást, és ugyanakkor viszont idomultat a társadalmi nagy elvárásokhoz, az ennek való megfelelés. De tudod, mi a megdöbbentő ebben az egészben? Az, hogy mi ezt szeretjük. Szerintem az a megdöbbentő az egészben, hogy úgy tűnik, hogy az emberek többségét nem zavarja, hogy ez így van, hanem megy bele ebbe az egészbe, mint egy... Én már eljutottam oda, hogy szerintem nem lehet megmenteni a fiatalabb generációk egy részét, mert olyanok, mint egy organikus droid. Mint hogyha egy gépet beprogramoztál volna, csak ez egy élő dolog. Ezt nem lehet kiprogramozni belőle, és az a megdöbbentő számomra nézni ezt, hogy úgy tűnik, hogy mi szeretjük ezt. Érted? Hogy lehet az, hogy az ember szereti ezt? Világos. Világos. Én erre a következőt mondanám, vagy fűzném hozzá. Mégpedig azt, hogy az, hogy mit szeressenek, azt beléjük nevelik. Mit közvetítenek, mi az érték. Tehát ez nem gyárilag így van, meg ez nem evolúciósan, vagy ösztönösen helyes, igen, vagy bármilyen szempontból, mert ha ez így lenne, akkor az emberek boldogabbak lennének, és jobban élnének. Meggyőződésem, hogy akár 1500 évvel is az emberek sokkal boldogabbak voltak össztársadalmilag, igen, mint most. Igen. Vagy hogy más olyan példát nem mondjak, hogy ugye vannak kutatások erre nézve, hogy nem tudom, ilyen ősközösségi körülmények között élő népek mennyi időt fordítanak arra, hogy fenntartsák az életüket. Tehát kvázi munkával mennyi időt töltenek. Például a busmanok napi 2 órát. A modern ember meg 10, 12, 14 órát, és nem érzi magát jobban, mint a busman, sőt, rosszabbul. Ez az egyik része. A másik része pedig, hogy itt óriási technológiai fejlődés zajlott le, ami mind-mind megkönnyítette az életünket, legalábbis deklaráltam, meg bizonyos szempontból, bizonyos területeken talán igaz is, és ehhez képest nem lettünk felszabadultabbak, hanem egyre többet és többet kell dolgoznunk. Pontosan. Saját életünk fenntartásáért. Tehát ez egy olyan spirálcsapda, amiből, hát ahogy mondod, nem lehet kitörni, és hogy én egyébként nagyon sajnálom a mostani fiatalokat, mégpedig azért, mert hogy már az anyatejjel, sőt, már anyatejjel sincs, ugye műszer van, tápszer van, de már az anyamében gyakorlatilag egy folyamatos agymosás alatt vannak. Egy folyamatos agymosás. Ez, amiről beszélsz most, ez nem csak a fiatalabb generáció. Én beszélgettem most nemrég ebből az ateizmus csoportból néhány felnőtt emberek, akármilyen, mint az én korosztályom, vagy 20 évesek, hogy tök mindegy. Én próbáltam elmagyarázni neki, hogy mi összekeverjük a technológiai fejlődést a valódi progresszióval. És azt gondoljuk, hogy azért, mert bemegyek a konyhába, és az tele van nekem mindenféle szerkezetekkel, amik valamit csinálnak, és egyszerűbb az kényelem. A kényelmet mi összekeverjük a valódi fejlődéssel, miközben rengeteg áldozatot hoztunk, olyan áldozatokat, amiknek a hatását már nem lehet korrigálni, és végérvényesen megváltoztatták az emberiségnek a menetét, mint ahogy te is mondod azt. Szóval a felnőttek se értik, és szeretik ezt. Igen. Ezt a rendszert, amiről most beszéltünk. Nézd, hogyha valaki felnő úgy, hogy most hülye lesz a példa, hogy mindig csak az iskolai menzán eszik, akkor számára a gasztronómia ott kiismerült. Pontosan, így van, hozzászokott. Nincs egyéb lehetősége, meg nincs próbája, meg mintavétele arról, hogy ez másképp is lehetne, és hogy másképp is van, és hogy a valóság az sokkal nagyobb és tágabb, mint amit a szájába tolnak, akkor ne várjuk el, hogy igénye legyen rá. Tehát mit gondolsz? Ha soha nem evesz téket, és megkérdezzük tőle, hogy szeretne ezt téket enni, akkor erre azt fogja mondani, hogy nem tudom, mert még sose próbáltam. Van arra nézvést valamilyen adat, mert eléggé jártas vagy ezekben a kutatásokban, és most lehet, hogy van, hallottál róla, lehet az is, hogy nem. arra, hogy a gyermek, hogy dolgozik, munkát végez, mint a felnőttel együtt. Arra nézvést, van valamilyen adat, hogy az pozitív-e, vagy sem? Hogyne, hát ha visszatérünk a generális nagycsaládra, azért ne felejtjük el, hogy ott a gyerek potenciális munkaerő. Életkorától függően. Tehát ami kisebb, addig legeltetje a libákat, amikor nagyobb, akkor legelteti a marhákat, a teheneket, aztán egyre több effektív, végrehajtandó feladatot kap, és gyakorlatilag rászocializálódik szépen folyamatosan, arról meg nem is beszélve, hogy a munka, mint az emberi tevékenységek közül talán a legdominánsabb, főleg a mai korunkban, és a munkára való szocializálás, meg a másokkal való együttműködés, meg egyáltalán készségek és tapasztalat elsajátítása vonatkozásában kulcsfontosságú. Most ezzel nem azt akarom mondani, félreértés ne essék, vagy nehogy félreértsék a nézők és hallgatók, hogy én a gyermekmunkát proponálom. Tehát nem erről van szó. Mert a gyermekmunka, mint olyan, az megint csak egy kapitalista. De az egy másfajta gyermekmunka volt. Az nem az a gyermekmunka, amiről te beszélsz. Az így van. Az egy kihasználása így volt a gyerekeknek, így gyárban. De én úgy gondolom, hogy ami most megy, ez, hogy amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuahutja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a YAHUAH útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve YAHUAH útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.